Sziasztok, egy újabb telefontesztel jelentkezem, ez pedig nem más, mint egy jó egyéves telefonkészülék, a Honor Magic 5 Pro. De hogy mi igazából az oka annak, hogy ezt most tesztelem? Nos, az, hogy például az Alzánál, és ez nem egy fizetett reklám, most olyan áron van a készülék, 320-340 ezer forint körül, az eredeti 530 ezer forintos árcédulához képest, amely jelenleg igazán jóvétellé teszi ezt a telefont, én pedig most megpróbálom nektek bemutatni, hogy milyen felvételeket, videókat és fotókat készít. A mostani beszédem az az előlapi kamerába történik, és állítok is a látószögön, ugyanis ez az előlapi kamera képes 0,7-es, 0,8-as és egyszeres közelítésre is, gyakorlatilag szelfizés közben, legalábbis videónál három látószög közül is lehet választani. A következő képsoroknál nézzük meg, hogy videóban 4K 30 frame per szekundum mellett mire képes a Honor Magic 5 Pro. Ez az ultraszéles látószög, 0,6-szeres a távolság, hogyha váltok egyet itt a templomot, megpróbálom közelebb hozni. Ez a fő kamera, egyszeres látószög, és itt van egy érdekesség, a négyszeres lehetőség, miközben, ha jól tudom, egészen pontosan talán 3,5-szeres az optikai nagyítás, ennek ellenére 4-szeres lehetőséget tudok kiválasztani a kamerában, és van egy hibrid megoldás, ami teljesen hibrid, 10-szeres zoom. Ennél messzebb nem megyek, mert igazából nem sok értelme van.
mozgás közben és külső mikrofonnal pedig ilyen képet, azaz videót, illetve hangot rögzít a Honor Magic 5 Pro 0,6-szeres, 1-szeres, 4-szeres és 10-szeres látószög mellett. Általában nincs arra kapacitásom, hogy egy telefon esetén mindenre kiterjedő részletes tesztet készítsek, és sokkal inkább arra fókuszálok, ami tényleg ilyen hétköznapi életszituációkban előjöhet, hogy azokat mutassam meg, de nyilván a komoly részletes tesztekre ott vannak a különböző internetes portálok, akár magyar nyelven, akár ugye angolul a nemzetközi platformon. Amit röviden el tudok mondani erről a Honor Magic 5 Pro-ról, hogy például nagyon színhelyesnek érzékelem. Abszolút azt látom vissza már a keresőben is, meg aztán a végterméken, mint amit élőben is látok. Ugyanakkor viszont egy kicsit sötétebbek a képek, mint például az iPhone 15 Pro Max-nál, amit tapasztaltam, a legújabb Samsung meg eleve még ahhoz képest is világosít egy kicsit. Ezek tehát így elsőre az észrevételeim. Videózásnál jó pár olyan helyzet van, amikor ugye a nagy látószögű, az ultraszéles, a nagy látószögű főkamera és a különböző zoom tartományok között nagyítgattam, vagy nagyítgatok, és hát azért az átmenetek nem annyira tökéletesek, illetve vannak olyan funkciók szoftveresen, mint a log mode, a mesterséges intelligenciával felturbózott képalkotás és különböző rekeszértékállítási lehetőségek, ezekre külön-külön nem terjed ki részletesen ez a videó, de nagyjából talán ezek a fő vonalak, hogy nagyon-nagyon szép, éles képeket készít a Honor Magic 5 Pro, és a színhelyessége is nagyon szuper, viszont mintha egy picit sötétebbek lennének a felvételek. Mozgás közben pedig ennyire rázkódik a felvétel. Most pedig íme egy kis ízelítő mozgás közben, mint amikor ugye vlogol az ember, nyilván kézben tartja a telefont, vagy valami selfie boton, gimbalon, de közben gyalogol, beszél, a telefonnak pedig stabilizálni kell a felvételt.